mindenkit. Itt a budapesti Golgota gyülekezet hétfesti alkalmán. Örülünk, hogy itt vagytok. Mielőtt folytatjuk az alkalmat, és elkezdjük az igét tanulmányozni, hogy hirdessem, az egyik állandó hirdetésem. Az alkalom előtt imádkozni szoktunk a hátsó kis teremben. Ha picit előbb tudtok jönni, csatlakozzatok hozzánk. Nem tudok én sem mindig ideérni, ma se tudtam ideérni, de én annyira hálás vagyok azokért, akik imádkoznak. Ők hordozzák ezt az estét, és ők a pillérei annak, hogy Isten megmozduljon. Úgyhogy ha picit tudtok előbb jönni, gyertek és csatlakozzatok hozzánk. Van egy állandó e-mail címünk, ha bármilyen kérdésetek van a tanítással kapcsolatban, vagy esetleg mással is, nyugodtan írjatok a hétfeste ékezet nélkül, tehát a hetfoeste@golgota.hu e-mail címre bármikor írhattok, és én igyekszem minél előbb válaszolni ezekre a kérdésekre. Most pedig imádkozunk, és folytatjuk ezt az izgalmas levelet. Köszönjük Istenünk, hogy tényleg a te igéd izgalmas, és olyan sok kincset rejt. És minden kincs, amire rábukkanunk, nekünk életet ad. Megvilágosít bennünket. Lehullik egy bilincs, leesik egy hájog, és látunk. És örvendezünk a szabadságban, amit az igazság hoz el a te igéd által. Hisz te magad vagy az igazság, és a te szavad is igazság. Ezen az estén várjuk a te szavadat, az igazságot. Uram, kenj fel engem is, hogy minden szó igaz legyen, tőled való legyen, hogy a te szent lelked munkálkodjon itt szabadon, a te akaratod szerint. Ez a mi imánk, Jézus a te nevedben. Ámen. Ugye Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelét tanulmányozzuk most már jó hosszú ideje, versről versre minden alkalommal, és a mai alkalommal elérkeztünk a 15. fejezethez, és a 15. fejezetet fogjuk elkezdeni, a 15. fejezet első 11 versét fogjuk megnézni. Hogy egy picit visszatekintünk arra, hogy mit láttunk eddig ebben a levélben, az apostol miről írt ebben a levélben, akkor azt látjuk, hogy az apostol ebben a levélben nagyon sok helyreigazítást tett. Nagyon sok olyan dologra mutatott rá, ami a korintosi keresztény gyülekezetben nem volt a helyén, ezért szükség volt ezekre a helyreigazításokra. Ugye láttuk, hogy az első 11 fejezetben gyakorlatilag a korintusiak testiességével kapcsolatban kellett helyre tenni dolgokat. És ez azért volt jó, mert azzal kapcsolatban, hogy ő helyre tett dolgokat, elmondta, hogy mi a helyes, és ezért mi is tudhatjuk. Tehát egész sok kérdésben részletesen beleláthattunk Isten akaratába. És utána pedig a 12-től a 14-es fejezetek pedig rendkívül izgalmas kérdéssel, a lelki ajándékok kérdésével foglalkoztak. És láttuk, hogy egyáltalán mire valók ezek, hogy lehet őket használni. Nagyon részletesen beszélt a levél, és mi is beszéltünk róla épp az elmúlt alkalmakon. Az egyik olyan ajándékról, ami nagyon sok zűrzavart okoz keresztény gyülekezetekben, ez volt a nyelveken szólás kérdése, ezt megnéztük részletesen, aki esetleg nem volt itt, az archívumban vissza tudja nézni, hallgatni ezeket a tanításokat. És most pedig, ahogy elkezdjük a 15. fejezetet, az apostol egy új témába kezd. Egy teljesen új témába kezd, ez pedig a feltámadás és annak a bizonyosságának a kérdése. Én azt gondolom, hogy akár hívő valaki, akár nem, egy biztos, valahol minden ember szívében ott van az a kérdés, és megjelenik az a kérdés, hogy vajon mi lesz a halál után? Vajon lesz-e folytatás? Van, aki persze ezzel a kérdéssel túl sokat nem foglalkozik, valaki nem szeret foglalkozni ilyen kérdésekkel, de vannak vallások, amik mindenféle válaszokat adnak ezekre a kérdésekre. De az biztos, hogy valamilyen szinten minden ember foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. És az is biztos, hogy valahol mélyen minden ember szívében ott van egy kiáltás, hogy ugye nem lesz vége. Ugye nem ennyi az élet. Ennyi volt, tele betegséggel, szenvedéssel, tele egy csomó olyan dologgal, amit nem szerettem volna, és hiányzott belőle egy csomó dolog, amit szerettem volna megélni,
És már vége? Már megöregedtem? Már meghaltam? Ennyi volt? Egy szemvillanás, és kész? Valahol ott van bennünk a vágy, hogy ugye nem lesz vége? Ugye nem ennyi? Ugye nem mondott komolyan, hogy erről szól az egész? Valahol ott van a kiáltás bennünk, hogy kell lenni ennél többnek is. Kell lenni ennél többnek is. És érdekes módon ezért is, mert ott van a kiáltás az emberi szívben, ezért erre a kérdésre nagyon sok válasz született az emberiség történelme folyamán. A Yale Egyetem egyik professzora, Jane Charles Brown, azt mondta, hogy három dolgot soha nem tudna elhinni. Nagyon tanulságos ez a három dolog, úgyhogy figyeljetek rá. Azt, hogy Isten megteremtette a világot, aztán hátat fordít neki. Azt, hogy Isten megteremtette az embert, és magára hagyja a sírban. És azt, hogy elülteti az ember szívébe a halhatatlanság utáni vágyat, és aztán azt nem tölti be. Nagyon érdekes. Érdemes elgondolkozni ezeken a gondolatokon, hogy valóban az ember szívében ott van a vágy azért a halhatatlanságra. És ezért meg is jelenik rendkívül sok vallásban. Ugye hát a vallások színes skálája van jelen a világon, ami valamilyen szinten ad erre válaszokat, és azt mondja, hogy ez meg ez fog történni a halál után. Nagyon érdekes, hogy egy tavalyi statisztika szerint az emberek fele hisz valamilyen halál utáni életben. És itt nem csak a vallásos, hanem mindenféle emberrel, tehát az ateistákkal is elvégezték ugye ezt a felmérést, ez általános felmérés volt, és az jött ki, hogy az emberek fele hisz a halál utáni életben. Hát vajon miért hisz? Hát a többségük nem is hisz Istenben. Hát akkor miért hisz a halál utáni életben? Azért, mert valahol ott van az a vágy. Ott van a vágy a szívünkben, hogy lesz folytatás. Lesz folytatás, lennie kell. Még ha nem is tudjuk, vagy valaki azt mondja, hogy nem tudom, nem is foglalkozom vele. Isten azonban az ő igéjében és kijelentésében a Bibliában határozottan mond erről valamit. És ő elmondja, igen, lesz folytatás, és pontosan elmondom nektek, hogy mi lesz a folytatás. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia egyik legfontosabb témája a feltámadás. Maga a feltámadás szó is több mint 100 alkalommal fordul elő az Új Szövetségben. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az a fejezet, amit most kezdünk el tanulmányozni, az egész Bibliában ez beszél legrészletesebben a feltámadásról. Krisztus feltámadásáról és a mi feltámadásunkról. Úgyhogy nagyon fontos, nagyon érdekes ez a téma, ez a kérdés, amit az apostol most hoz elő nekünk ebben a 11 versben. Miért olyan fontos ez egyébként? A keresztény hit szempontjából. Először is azért, mert a Krisztus feltámadása az bizonyítja Isten hatalmát. Ha Isten van, ő teremtette a világegyetemet, akkor arra is van hatalma, hogy a halottakat feltámassza. Krisztus feltámadása bizonyítja Isten szuverenitását élet és halál kérdésében. Másodszor Krisztus feltámadása bizonyítja azt, hogy ő a messiás, akiről a proféciák szóltak, akiket évezredeken át várt a nép, a kiválasztott nép. Harmadszor Krisztus feltámadása bizonyítja azt, hogy ő Isten. Negyedszer Krisztus feltámadása bizonyítja, hogy mi is fel fogunk támadni, ugyanis ő, ha már befogadtad őt, ő bennünk él. És ha ő él és feltámadott, és az ő életének nincs vége, a miénknek sem lesz. Ő legyőzte a halált. Tehát rendkívül sok kérdést érint a feltámadás, és a keresztény hit szempontjából rendkívül fontos. Úgy is mondhatnám, hogy ezen áll vagy bukik az egész kereszténység. Ha Krisztus nem támadott fel, ha nem lesz feltámadás a halál után, akkor pakolhatunk, mehetünk haza. Semmi értelme annak, hogy én itt prédikálok, semmi értelme az egész keresztény tanításnak,
Mert akkor hazugság az egész. Akkor Jézus hazudott nekünk, mert ő sokat beszélt egyébként erről. És akkor semmi sem igaz. Tehát tényleg ez azon áll vagy bukik, hogy ez igaz-e vagy nem. Viszont ha igaz, akkor a következményei is igazak. És mind azok a dolgok is igazak, amiket Jézus mondott, és amit az ige mond a feltámadásról. Óriási a jelentőség a feltámadásnak. Nem lehet valaki keresztény akkor, ha nem hisz Krisztus feltámadásában. Megismétlem. Azért, mert vannak ilyen keresztények, akik magukat kereszténynek gondolják. Nem lehet valaki keresztény, ha nem hisz Krisztus feltámadásában. A 15. fejezet, amit most fogunk megnézni, körülbelül a következőképpen lehet felosztani. Az első 11 vers, amit ugye ma fogunk megnézni, ezekben látjuk majd a történeti érveket, a 12-től a 19-ben a logikai érveket, a 20-tól a 28-ban a teológiai érveket, a 29-től a 34-ben pedig a tapasztalati érveket, ahogy az apostol ezeket felsorakoztatja, és végül a 35-től az 58-as versekben a feltámadással kapcsolatos konkrét kérdésekre ad választ az apostol. Tehát körülbelül így van felosztva ez a fejezet, és ahogy mondtam, ma csak az első 11 verssel foglalkozunk. Az első 11 vers az Krisztus feltámadásával foglalkozik, tehát a mi feltámadásunkkal később fogunk foglalkozni. Tehát ma teljesen Krisztus feltámadására összpontosítunk, és nézzük, hogy mit mond erről az apostol. Tehát olvasom az igénket, 1. Korintusi levél, 15. fejezet, 1-től a 11-es versek, ezeket olvasom most fel. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnilik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ugye ez a 11 vers, amit most megnézünk, versről versre fogjuk nézni, ahogy szoktuk. De mielőtt elkezdjük elemezni, egy picit hagyadjak egy kis hátteret ahhoz, hogy jól tudjuk értelmezni, hogy egyáltalán miért beszél erről az apostol. Miért írja le ezeket a verseket itt a korintusi gyülekezetnek? A korintusi gyülekezet hátteréről ugye már eddig is többször beszéltünk, hogy ez egy kis keresztény gyülekezet volt, ahol a pogányság között ugye megszületett Pál apostol evangelizációjára, és egy nagyon fiatal gyülekezet volt, ugyanakkor egy nagyon áldott gyülekezet volt. Viszont ez a gyülekezet körülötte mindenféle olyan ugye, pogányságban élő népek éltek, amiknek mindenféle filozófiája és gondolata hatott ezekre a keresztényekre, és ők maguk is ugye ebből jöttek ki, tehát hoztak magukkal ilyen gondolatokat. Olyan gondolatokat, amik foglalkoztak a halál utáni élettel, a feltámadás kérdésével, tehát nekik erre nézve volt már előzményük, és érte őket ilyen hatás. Egyrészt voltak ugye olyan zsidók, a szadduceusok, ezekről olvasunk a Bibliában, akik tagadták a feltámadást. Másrésztről, és ez volt a sokkal jelentősebb, az a görög hatás, a görög filozófia hatása, amiben benne éltek. A görögök számára teljesen elképzelhetetlen volt a testi feltámadás.
Ugye azt tanították, tipikusan ez volt az általános elfogadott nézet, hogy az Istenség olyan, mint egy tűz, amiből kipattan egy szikra, aztán az életet ad egy embernek, és egy ember halála után, amikor meghal, visszakerül ez a szikra az Istenségbe, ami aztán ég tovább. Tehát körülbelül így volt a kép, amit rajzoltak az emberi életről, és ebben egyáltalán semmi nem szerepelt arról, hogy bármilyen testi feltámadás lett volna. Halál utáni életről persze beszéltek, de egyáltalán nem a testi feltámadásról. Ugye Pláton már az 5. században időszámításunk előtt azt tanította, hogy az emberi test egy börtön, és ebből vágyakozik a lélek, hogy kiszabaduljon már végre. És a halál az, amikor ugye ebből a börtönből kiszabadul. Kelsosz, 2. századi görög filozófus szerint, idézem, a testi feltámadásban hinni az a férgek reménye. Kicsoda akarna visszakívánkozni a szétrothadó testébe? Ugye hát persze ő azt gondolta, hogy abba támadunk fel, amiben ott rohad a test a földben. Tehát sokféle gondolkozás volt elterjedve abban az időben, de testi feltámadásról nem beszéltek, senki nem hitt ebben. Ez annyira nevetséges gondolkozás volt, hogy ahogy olvassuk a Bibliában, amikor Pál Aténban ugye prédikált, és a testi feltámadásról beszélt, kinevették. Sokan nem hitték el. Viszont, amikor Pál hirdette az evangéliumot Korintusban, a korintusiak azok, akik befogadták, akik megtértek, akik újjászülettek, akik a gyülekezetet ott elindították, keresztényé lettek, ők hittek Krisztus halálában és feltámadásában. És hittek a saját feltámadásukban is. Tehát ezt a 11 verset Pál nem azért írja a korintusi gyülekezetnek, minthogyha ők ezt nem tudták volna, és most tudják meg először. Egy olyan gyülekezetnek írja, aki ezt hitte valamikor. Azonban ezen hatások, ami körülötte voltak ezen görög, főleg görög hatások miatt, egyesek kezdtek elbizonytalanodni. És bár Krisztus feltámadásában hittek, de a saját feltámadásukban már sokkal kevésbé. Tehát a feltámadással kapcsolatban egy teljesen zavaros gondolkozás alakult ki a korintusi keresztények között. Egyfajta lelki feltámadásban hittek, és nem vallották a testben történő feltámadást, amit ugye egyértelműen tanít nekünk Isten igéje. Tehát ez volt az a háttér, az a környezet, ami miatt az apostolnak ezeket le kellett írnia. Úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan hogy is kezeli ezt a kérdést az apostol, mert nagyon-nagyon tanulságos. Első 2 vers. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek. Ha csak nem elhamarakodottan lettetek hívők. Nézzük ezt a 2 verset, hogy pontosan mit jelent. Sajnos a legtöbb fordítás úgy fordítja itt az első verset, hogy Pál mintha emlékeztetni akarná a korintusiakat az evangéliumra. Az új fordítás is egyébként, ugye, amit én felolvastam, meg amit láttok, ugye, az is így fordítja. Azonban ez nem teljesen azt jelenti, amit a görög szöveg mond. Az a görög szó, amit itt találunk, amit az apostol használ, az már önmagában is egy gyenge feddés, mondjuk így tudnám megfogalmazni. Talán a kecskeméti fordítás hozza a legjobban az eredetit, ő úgy fordítja, hogy de ismertetem veletek, atyám fiai, az evangéliumot. Tehát ez sokkal inkább egy intéssel, talán iróniával összetett emlékeztetés. Mert a korintusiak hallották már az evangéliumot, befogadták az evangéliumot, újjászülettek, keresztények voltak, sőt, ebben megmaradtak, ebben éltek. Tehát egy csomó jó dolog történt velük, és mégis az apostolnak egy enyhe feddéssel kell őket felráznia, és emlékeztetni kell őket ilyen értelemben ezzel a
fentés, ezzel a feddéssel, ezzel a iróniával, hogy figyeljetek, hát nem emlékeztek rá, hogy amikor megtértetek, amikor én hirdettem nektek az evangéliumot, akkor mit hittetek el? Szinte ezt mondja itt az apostol. Miért az evangéliumról beszél az apostol? Amikor a feltámadásról van szó, miért az evangéliumról beszél? Ez rendkívül fontos. Ez most rendkívül fontos. Látni fogjuk, hogy az evangélium fontos része, a feltámadás. A második vers is kicsit félreérthető, mert olyan olvasata is lehet a magyar fordítások szerint, mintha az üdvösséget el lehetne veszíteni. Tehát Pál azt írja a fordítás szerint, hogy általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Tehát mintha az üdvösség feltétele lenne az, hogy megmaradunk benne, tehát mintha rajtunk múlna a mi cselekedeteinken. Azonban nem erről van szó, mert ha megnézzük az üdvösség szónak a használatát az egész Új Szövetségben, akkor azt látjuk, hogy sokféle, három fő értelemben használja ezt az Új Szövetség. Hadd mondjak rá példákat, mert ez nagyon fontos, mert sok helyen előfordul és zavart okoz. És olyan kulcs kérdéseket tud bennünk megzavarni, ami tényleg nagyon fontos. Tehát nézzük csak ezt a három fontos esetet, ahogy az Új Szövetség használja az üdvösséget. Van, amikor a megtérésre, az újjászületésre utal, ami a múltban történt. Tehát például az Efezus 2:8-ban ezt olvassuk. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Visszamutat a múltra, amikor ti befogadtátok hittel Krisztust, tehát a megtérés, az újjászületés az az esemény, amire utal itt az üdvösség. Van, amikor a megszentelődésre utal, ami a jelenben történik. Például ugyanebben a levélben, az 1 Korintus 1:18-ban, ugye ezt írta az apostol korábban, amikor még azt ott elemeztük az első fejezetben, hogy mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Ezáltal élünk a jelenben, a megszentelődés folyamatában, a kegyelem, ami erőt ad az engedelmességre, hogy Krisztust kövessük. Ilyen értelemben használja itt az üdvösséget. És van, amikor a megdicsőülésre utal, ami a jövőben fog történni. Például a Római Levél 13-as fejezetének a 11-es versének a végén az apostol így ír, hiszen most közelebb van hozzátok az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Közelebb van, jövőben van. Mi van a jövőben? Ami még nem történt meg. A megdicsőülés. Amikor megkapjuk az új, megdicsült testet. Amikor a feltámadás után. Tehát látjátok, három különböző értelemben használja az Új Szövetség az üdvösséget. Múlt, ugye a megtérés, az újjászületés, jelen, a megszentelődés, és a jövő, a megdicsülés, mind a három esetében használja ezt. Azt, hogy melyiket jelenti, azt mindig a szövegkörnyezet alapján kell eldöntenünk. Itt a szövegben, a második versben, a görögben az üdvözöltök, ugye ez a szó, ez az ige, ez jelen időben van, tehát teljesen egyértelmű, hogy itt a megszentelődésre utal, ami folyamatosan ugye történik a jelenben. Tehát ezért nem szabad elhamarkodottan így ilyen következtetéseket levonni, mint hogyha ebből az következne, hogy az üdvösségünket el lehet veszíteni. Hát ez csak egy kis kitérő volt az miatt, mert sajnos a magyar fordítások pontatlanok ebben, vagy kicsit nem félrevezető következtetésekhez vezethetnek. Inkább így fogalmazok, finomabban. Tehát még egyszer csak, hagyj foglaljam össze, mert ez nagyon fontos, erről már többször azért beszéltünk, hogy aki megtért a múltban, az újjászületésével egy időben Isten gyermeke lett. Isten lelke lakozik benne. Isten kegyelme által az engedelmességben, a megszentelődés folyamatában követi Krisztust. És ez a megdicsőüléssel fog befejeződni a feltámadás után. Tehát ez egy olyan elszakíthatatlan láncolat, egy megállíthatatlan folyamat, amit Isten kegyelme biztosít.
Tehát az az utalás, hogy ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké, ez nem arról szól, hogy hát elkezdtük ezt a folyamatot, de hopp, valahol kipottyanunk, mert hát nem sikerült, hanem valójában ez azt jelenti, hogy vannak, akik el se kezdték. Vannak, akik ott vannak a gyülekezetben, ott ülnek, azt gondolják magukról, hogy keresztények, igyekeznek jó fiúk, meg jó kislányok lenni, de még mindig nem értették meg az evangéliumot, nem értették meg, hogy Krisztus meghalt értük a kereszten, és pusztán kegyelemből van üdvösségük, ha belévetük a hitüket és bizalmukat, nem fogadták őt be, nem születtek újonnan, nem indult el ez a folyamat az életükben. Róluk szól itt az apostol. Ha csak nem elhamarkodottan lettek hívővé, látszott hívővé. Folytassuk, 3.-4. vers. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a 3. napon. Borzasztóan fontos ez a két vers. Pál itt azzal kezdi, hogy az evangéliumot, amit hirdetett, azt nem ő találta ki, hanem azt kapta. Azt átvette, egyébként közvetlenül ő Krisztustól vette át, ugye a damaszkuszi úton ő találkozott vele. Átvette, és ezt adja tovább. Ez nagyon fontos, tehát az evangélium hirdetés az egy üzenet átadása, ami életet ad. Amit én hirdetek, amikor az evangéliumot hirdetem, ez nem olyan valamit én találtam ki, hanem én is úgy kaptam, és azt adom tovább. Mi ez az evangélium? Na, ez egy kulcskérdés. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mi ez az evangélium, amit Pál kapott és továbbadott? Amit itt idéz a 3. és 4. versben egy ősi keresztény hitvallás. Tulajdonképpen annak egy összefoglalása, egy nagyon tömör, lényegre tömör összefoglalása egy ókeresztény hitvallásnak. Ennek a hitvallásnak a részleteiből nagyon keveset tudunk. Az írásmagyarázók eltérnek véleményükben annak, hogy eredetileg arámul vagy görögül keletkezett, abban is, hogy a 4. vagy az 5. versig tart. Tehát sok mindent nem tudunk pontosan róla, de a lényegét tudjuk. A tartalmát. A tartalmi üzenetét. Ennek a tekintetében nincs vita, hogy miről szól ez a hitvallás. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor Pál írja ezt a levelet, még csak 20 év telt el Krisztus kereszthalála óta. 20 év, tehát 20 évvel ezelőtt még ott függött Krisztus a kereszten. Nagyon kicsi idő telt el. Rendkívül rövid idő telt el. És ez fontos lesz mindazzal kapcsolatban, amit itt ő mond. És ugye akkor már megvolt ez az ősi ókeresztény hitvallás. És ennek a hitvallásnak 3 fontos eleme van. 1. Krisztus meghalt a bűneinkért, 2. eltemették, 3. feltámadt a 3. napon. És mindezek az írások szerint történtek, teszi hozzá az apostol nem is egyszer. Tehát mindezt már az megprófétálta az Ószövetség, például az Ézsaiás 53, vagy a 16. Zsoltár, sok más helyet is lehetne idézni. Hadd kérdezzelek meg, hogy szerinted mi az evangélium? Az utcán most valaki megállítana téged, és azt kérdezné tőled, hogy te mondd már el nekem az evangéliumot. Na mit mondanál? Igen, igen, és sok mindent tudunk mondani, ami igaz, de vajon elmondanánk-e ezt a 3 pontot? Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor csonka evangéliumot hirdetünk. Mert nagyon sokszor általában az szokott lenni a leegyszerűsítése az evangélium hirdetésünknek, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. És igen, ez az evangélium valóban, de nem csak ez az evangélium. Ez csak az egyik pontja ennek az őskeresztény hitvallásnak, ami az evangéliumot mondja el nekünk. Mert még van 2. Az egyik ugye az, hogy eltemették. A másik pedig, hogy feltámadott.
Nézzük csak meg ezt a három pontot, mert rendkívül fontos. Mind a hármat, hogy pontosan értsük. Nézzük az elsőt. Mit jelent az, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért? Ugye ezt is, ez se biztos, hogy mindenki ez alatt ugyanazt érti. Azt jelenti, hogy Istennek volt egy nagy dilemmája. Az Isten dilemmája arról szólt, hogy az Isten igazságos, és az Isten szerető. Az Isten egy igazságos Isten, aki nem engedi el csak úgy a bűnt, mert akkor nem volna igaz. De az Isten egy szerető Isten, aki viszont nem akarja, hogy bárki is elkárhozzon, mert szereti a teremtményeit, szeret téged, és meg akar menteni. Ez volt az Isten dilemmája. És az Isten ezt a dilemmáját úgy oldotta meg, hogy magára vette az ítéletet. Hogy az ő egyszülött fia, Jézus, a kereszten elviselte az értünk járó, a bűneinkért járó büntetést. Ezt jelenti, hogy meghalt a mi bűneinkért. Ő elviselte, elhordozta Isten haragját, mert Isten haragja a bűnön. A bűnre kiöntetik. Ugye a római levél erről beszél nekünk részletesen. Mi sokszor nem szeretünk beszélni az Isten haragjáról. Az Isten szeretetéről szeretünk beszélni. Az Isten haragjáról nem. Meg félre is értelmezzük, mert az Isten haragja nem ugyanolyan, mint egy ember haragja. Az Isten haragja az a határozott ellenállása a bűnnel szemben. Mert az Isten szent. És ez a mi fő problémánk. Hogy az Isten szent, de én nem vagyok az. Ezért nem értem az Istent, nem keresem az Istent, nem vágyakozom az Isten után, ezért megyek a saját fejem után, ezért élek bűnökben, mert az Isten szent, de én nem vagyok az. És hogy az Isten helyre tudjon állítani, a velünk való kapcsolatát helyre tudja állítani, ezért történt meg ez a csodálatos esemény ott a kereszten, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, mert semmilyen más módon nem tudtunk volna vele kapcsolatba kerülni. De ő megoldotta a kereszten. Meghalt a bűneinkért, elhordozta a büntetést, és mi már nem vagyunk Isten szemébe bűnösök, mert megkaptuk Krisztus igazságát és szentségét. Ezért mehetünk be az Isten jelenlétébe. Ugye ez az evangélium, ezt jelenti az első pont, hogy meghalt a bűneinkért, a mi bűneinkért halt meg. Mit jelent az, ami a második pont, hogy eltemették? Miért kezd külön hangsúlyozni? Hogy eltemették. Miért volt ez fontos? Azért volt fontos, mert akkor is és ma is sokan tagadták, hogy feltámadt a halálból. És a keresztényeknek az a hitvallása, hogy ő valóságosan meghalt, és ezt elpecsételte azzal is a hitvallás, ugye kifejezte azzal is, hogy el is temették, ez rendkívül fontos volt. Fontos volt ezt kimondani. Nem látszat halál történt. Valóságos halál olyan értelemben, ahol képzett profi gyilkosok, ugye a római katonák, akik nem először végeztek keresztrefeszítést, amikor Jézust keresztre feszítették, ők pontosan tudták, hogy kell ezt csinálni, és pontosan tudták, hogy mikor hal meg egy ember. Ugye általában a lábszárcsontot is megtörték, mert akkor már nem tudja az ember tartani magát, nem tud levegőt venni. Ugye a keresztre feszített emberek fulladásos halálba haltak meg általában. Erre Jézusnál már nem volt szükség, de azért még biztonságból beledöfték a lándzsájukat. Tehát ők gondoskodtak arról, hogy itt tuti halál bekövetkezzen. És hát ezek után még ugye el is temették. Tehát itt nagyon fontos volt, hogy itt dokumentálva legyen, tanúkkal, pecséttel, mindennel szinte, így is mondhatnám, ez a történelmi esemény, ami örök időkre egy történelmi esemény maradt. A legjobban dokumentált történelmi esemény. Amit például hagy idézzek fel nektek János evangéliumából. János evangéliumának a 19. fejezetének a 31-től a 37-es versei. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjaikat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját.
Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy az igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Megfogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Tehát látjátok, hogy egy nagyon részletes leírás van, mindenféle, hogy ki csinálta, hogy csinálta, a temetés részlete is le vannak írva. Fontos volt ez, és ez megmaradt, ugye az evangéliumból mind a mai napig ezeket olvassuk, és akkor ugye, meg ott volt tanúk sokaság, akik részt vettek ebben, hogy tanúsítsák azt, hogy Jézus valósággal meghalt, és eltemették. Tehát az eltemetés az része az evangéliumnak. Mit jelent az, hogy feltámadt a harmadik napon? Miért fontos ez? Ugye ez a harmadik pontja a ókeresztény hitvallásnak. Azt, hogy megtörtént a megváltásunk, és Jézus nem maradt halott, mert őt Isten feltámasztotta. Hogyha kereszt volt a fájdalmas rész, a feltámadás az örömteli rész. Mindannak, amit ő tett. Miért fontos annyira az a feltámadás? Nem elég arról beszélni, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten? Miért nem elég annyi, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten? Ez miért nem teljes evangélium, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten? Hadd mondjuk egy példát. Ha bemész egy boltba és vásárolsz valamit, aztán mész a kijárat felé, és a biztonsági őr megállít. És azt mondja, hogy hoppá, barátom, nézzük meg, mi van a táskában. És akkor mondod, hát vettem, hát fizettem a pénztárnál, hát ott fizettem. Számla, nyugta. Ugye, ha nincs számla, ha nincs nyugta, akkor hogy bizonyítod azt, hogy nem loptad? Nem? Most ez csak egy egyszerű példa, ez egyszerű illusztráció, de ha Jézus halála volt a fizetség a bűneinkért, akkor a feltámadás a nyugta, hogy az Isten elfogadta a fizetséget, hogy kielégítetett az igazság szolgáltatása, hogy minden bűnünk valóban megbocsáttatott. Mert ha ő nem támadt volna fel, honnan tudnánk, hogy az Isten elfogadta Jézus áldozatát. Ha Jézus halála volt a fizetség a bűneinkért, akkor a feltámadása a számla, a nyugta. Ezért fontos része az evangéliumnak az, hogy feltámadott. Tehát a teljes evangélium az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, eltemették, és a harmadik napon feltámadott. Tömören így lehet összefoglalni, és ez az ókeresztény hitvallás is így foglalja össze. Egyébként a Bibliában más helyen is van erről szó. Az apostol egy másik levelében, amit 10 évvel ezelőtt tanulmányoztunk, úgyhogy lehet, hogy már kevésbé emlékeztek rá, vagy kevesen voltatok akkor itt, ugye a római levélnél. A római levél 10. fejezetének a 9. verse, ezt olvassuk, nagyon érdekes. Mert az üdvösségről szól, hogy ki fog üdvözülni. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Hoppá! Valakinek akkor van üdvössége, ha hiszi, hogy Jézus feltámadt. Érdekes. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, hanem hogy feltámadott.
Ez része az evangéliumnak. Ez a teljes evangélium. Nézzük tovább. 5-től a 7. versek. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Miután megjelent Jakabnak, azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Pál apostol itt felsorol egy listát, hogy kik tudják bizonyítani, hogy Jézus valóban feltámadt. Ugye ez is akkor fontos volt, hiszen gondoljátok bele magatokat újra a korintusi gyülekezet helyzetébe, ahol egyesek elkezdtek ebben elbizonytalanodni, és azt mondták, hogy hát nem is biztos, hogy ez úgy volt. Az apostol akkor itt hoz nekik egy listát. Figyeljetek! Az az esemény, amiről én beszélek, 20 évvel ezelőtt történt. Akkor hívom a tanúkat. És akkor felsorolja. Olyan, mint egy bírósági tárgyalás. Akkor hívom a tanúkat. Kéfás. Ugye? Ő az első, őt említi, ugye először. Ugye Péter, ugye az arám neve Kéfás, ahogy említi őt. Ott van ő, akinek megjelent. Aztán azt mondja, megjelent a 12-nek. Ugye az apostoloknak. Ugye ez valószínűleg az első, többször is megjelent nekik, az első megjelenésére utal. Ugye valójában az első megjelenésekor nem 12 embernek, csak 10-nek jelent meg. Ugye Júdás már nem volt életben, és az első alkalomnál Tamás nem volt jelen. Tehát 10 voltak jelen, a 12 viszont így hivatkoztak, hogy ők a 12, ők az apostolok, ugye ezért használja itt Pál apostol is ezt a kifejezést. Utána a következő a listán 500 testvér. Hát ez már elég erős. Akik közül vannak már egy páran, akik meghaltak, az öregebbek, de még sokan élnek. Tehát azt mondja itt Pál, hogy korintusiak, ha ti kételkedtek abban, hogy Krisztus feltámadt, akkor itt van 500 testvér. Közülük sokan még élnek, menjetek oda hozzájuk, hogy kérdezzétek már meg, hogy vajon igazat mondok-e. 500 tanú azért, elképesztően sok tanú. Pál utána említi Jakabot. Ez is egy elég erős tanú, ugyanis Jakab Jézus féltestvére volt, ugye később ő lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, de ő korábban nem hitt Jézusnak. Tehát Jézus saját családja nem hitte el, amiket mond Jézus. És az, hogy ő is végül is Jézus követőjévé vált, Jézusnek is megjelent, micsoda erős tanú. Egy szkeptikus. Tanúnak idézve. Aztán a 7. versben újraolvassuk az apostolokat, hogy valamennyi apostolnak megjelent. Ugye itt a Jézus további megjelenése az apostolok előtt, ugye itt már Tamás is jelen volt, és valószínűleg Mátyás is, ugye, akit Júdás helyett választottak. És hát nem is említ mindenkit, hiszen gondoljuk meg, hogy a listában még ott lehetnének az asszonyok is, akik a feltámadás után találkoztak vele. Ugye az evangéliumok beszélnek erről. És folytatja a sort, a 8. verstől, hagy olvassam a 11-ig. Legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelen nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között. Aki arra sem vagyok méltó, hogy az apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. A lista végén Pál oda teszi önmagát is, mint tanút. És magáról beszél, saját bizonyság tételét mondja el. És azt mondja, hogy én apostol vagyok, bár igazából nem is vagyok erre méltó. Nem vagyok olyan igazi apostol. Torz szülöttnek nevezi magát, egy nagyon érdekes görög szó van ott, amit nehéz fordítani. Tehát valami olyasmit jelent, hogy hát nem a megfelelő helyen voltam, nem voltam a 12 között, én olyan fura szerzet vagyok. Nem is vagyok méltó arra, hogy apostol legyek, mert üldöztem őket, mindazokat, akik Krisztust követik. Én üldöztem a Krisztust.
És mégis, Isten kegyelméből kiválasztott, elhívott, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint a többi együttvéve, és ezzel nem büszkélkedik Pál, mert rögtön azt mondja, de nem én. Magamtól ezt nem tudtam volna megtenni, hanem az Istennek a kegyelme. A kegyelem, ami rajtam keresztül munkálkodott, azt tette ezt. Ezért a legvégén így fejezi be, akár én, akár ők, a többi apostol, mondjuk el nektek az evangéliumot. Ti így lettetek hívőkké. Az evangéliumban elmondtuk nekik, elmondtuk én, Pál, Kéfás, az összes többi, ugyanazt, hogy Krisztus feltámadott. Ez része volt az üzenetünknek. Ugye ez is fontos, mert mindegy az, hogy ki hirdeti, az üzenet a fontos. Tehát nem az a fontos, hogy most például én hirdetem az igét, ez teljesen lényegtelen, hogy ki hirdeti. Az üzenet a fontos, az evangélium, amit hirdetek. Ez a legfontosabb. Pál bizonyságtétel, amit itt a végén ő elmond, egyébként azért is fontos, mert betekintést ad egy kicsit jobban a kegyelem munkájába. Mert ő nem csak azt mondja, hogy a kegyelem az megment minket. Mert megmentett. Hanem azt is, hogy megváltoztat. Nem maradunk olyanok, amilyenek vagyunk. Mert az újjászületésünk pillanata az ennyi. Isten kegyelméből azonnal Krisztusért megbocsáttattunk, és szentek vagyunk az Isten előtt, de a jellemünk nem változik meg egy pillanat alatt. Az a megszentelődés folyamatában változik, a neki való engedelmességben, és nem a saját erőnk által, hanem a kegyelem által. A kegyelem az az erő, ami munkálkodik minden újjászületett keresztényben, ami megváltoztat minket egyre jobban, hogy Krisztus jellemévé formálódjunk át. Aki megkapja a kegyelmet, az nem csak megmenekül, hanem erőt kap az engedelmességre. És mindenkinek megadja ezt Isten. Még akkor is, ha mi azt gondoljuk, hogy hát nekem lehet, hogy nem adta, de adta neked is. Ő munkálkodik benned, és meg is ígérte, hogy befejezi azt a munkát benned addig a napig. Történettel hagyj fejezzem be. John Newton rendszeresen együtt reggelizett egy barátjával. Tudjátok, John Newton, aki az Amazing Grace-nek a szerzője, fantasztikus dalnak, amit szoktunk, csodálatos kegyelem, ugye énekelni. Tehát John Newton rendszeresen együtt reggelizett egy barátjával. Az étkezés után a Bibliát szokták olvasni. Pár évvel a halála előtt Newton látása már kezdett elhomályosulni. Ezért a barátja olvasta fel az igerészt, Newton pedig röviden magyarázta. Aznap épp az 1 Korintus 15 következett, éppen az, amit most tanulmányoztunk. És ezt olvasta, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Amikor ezek a szavak elhangzottak, Newton jó pár percig csendben maradt. Majd így szólt. Nem vagyok az, akinek lennem kellene. Mennyire tökéletlen és hibákkal teli ember vagyok. Nem vagyok az, aki szeretnék lenni, bármennyire is gyűlölöm a gonoszságot és ragaszkodom a jóhoz. Nem vagyok az, aki reményeim szerint egyszer leszek. Azonban hamarosan levetem a halandóságot, s vele együtt minden bűnt. Habár nem vagyok az, akinek lennem kellene, se nem vagyok az, aki lenni szeretnék, és az sem vagyok, aki remélhetőleg leszek, mégis minden bizonnyal elmondhatom, hogy már nem vagyok az, aki voltam, mégpedig a sátán és a bűn rabszolgája. Teljes mértékben csatlakozom az apostolhoz, és megvallom, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. 82 éves korában Newton ezt mondta. Emlékezetem már csaknem teljesen cserben hagyott. Két dologra azonban nagyon is emlékszem. Hatalmas bűnös vagyok, Krisztus azonban hatalmas megváltó. Newton sírján a következő felirat áll. John Newton,
Hivatalnok, egykor pogány, szabad gondolkodó, rabszolgák szolgája Afrikában, akit gazdag irgalma révén a mi Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk megtartott, helyreállított, bűnbocsánatban részesített és felkent annak a hitnek hirdetésére, amely elpusztításáért korábban sokat fáradozott. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk az evangélium üzenetét, és köszönjük, hogy az evangélium üzenete az nem csak az, hogy te meghaltál, ami egy csodálatos áldozatod, értünk, hogy mi élhessünk, hanem az is, hogy feltámadtál, valósággal feltámadtál, és most is élsz, és ott vagy az Atya jobbján, és egy napon mi is a halálunk után feltámadunk. Uram, köszönjük azt, hogy az evangélium az valóban egy örömüzenet, az valóban egy jó hír, mert az élettel végződik. Azzal végződik, hogy te helyreállítasz minket. És köszönjük azt, hogy az a kegyelem, ami megmentett, ami által megismertünk téged, és újjászülettünk, az a kegyelem változtat most is, és az fog bevinni a trónterembe minket. Köszönjük neked az üzenetet, és ad, hogy ez éltessen minket, és a hirdetés által mások is éljenek. Ez a mi imánk Jézus nevében. Amen. Isten áldjon benneteket, jövő héten folytatjuk, itt, ahol abba hagytuk, még sok a mondani valónk a feltámadásról, különösen a mi feltámadásunkról, ugye mai alkalommal Jézus feltámadásáról volt szó. Sziasztok!